A színházban való közös munka már korán, a tavalyi évad végén megkezdődött a Törvénytelen Rendezvú című darab angol rendezője és a színészek között. A legnagyobb feladatot a munka folyamatban a hazai és az angol humor találkozása okozta. Elég izgalmas volt abból a szempontból, hogy másfajta ízlésvilág, másfajta humorérzék, ha lehet ezt így mondani, ha létezik angol humor, meg magyar humor, meg nem tudom milyen humor. Tehát ebből a szempontból izgalmas volt, mert az, ami esetleg az angol rendező ízlésvilágának megfelel humor, az nekünk nem elég humor, és fordítva, tehát hogy ebből tehát a próbafolyamat izgalma az ebből fakadt. A színpadi közreműködői azt remélik, hogy a szituációkban a nézők majd magukra ismernek, és ez lesz a színházi szórakozás alapja, hiszen nevetni legjobban magunkon tudunk, már ha van elég bátorságunk hozzá. Az egyik ok, amiért erre a műre esett a választásunk, az az volt, hogy a mai világban, ami egy nehéz és egyre kellemetlenebb hely, szükség van egy vidám darabra, ami után az emberek úgy hagyják el a színházat, hogy a fellegekben járnak. Remélem, így lesz. Message and that would leave people going. Az üzenet az talán afelé vihető, hogy érdemese erkölcsőznek lenni a világban, érdemese kitartónak lenni egy házasságban, érdemese hűségesnek lenni, és a másik dolog, hogy érdemese szerelmesnek lenni. Az angol rendező szerint a legfontosabb cél az, hogy a nézők jól szórakozzanak. Az, hogy a munka elérje a kívánt eredményt, az csak is a közönség reakcióiból szűrhető le. Ez leghamarabb a francia komédia premierjén, pénteken 19 órakor derül majd ki a Jókai Színházban.